Fazekas Géza, a nagy híd. Lassan ballagott a kocsma oldalán a patak felé. A lejtő megmegállt. Szemével kereste az egykori emlékek helyét, a jégverem szalmagúláját, a túloldalon a kovács műhely előtt álló lovak látványát. Szinte érezte orrában a sülőpatáról ideáramló égetszagot. Hallani vélte a kalapácsok zenéjét, amint az üllőn ritmusra ütve alakítják a lassan rózsaszínűvé váló patkót a kin idegesen álló lópatájára. Még ezen merenget lassan elérte a hidat. Megfogta az öreg csőkorlátot, és hirtelen elöntötték az emlékek látta magát gyermekként, amint a pajtásaival versengve, bátorság próbaként, télen, kötött kesztyűjét lehúzva próbálgatja megérinteni az úzmarával vastagon körülvett csövet. Érezte, hogy közeledik a csőhöz, szinte sütött a hideg. Előbb csak a szép zúzmara kristályokhoz ért, már az is égette az újja nem akarta többiektől lemaradni, gyávábnak tűnni. Ők a mindig piros kezükkel vígan simogatták a csövet. Ő csúfolták, hogy milyen múja, még ezt sem meri megtenni. Hát megtette. Még most is belehasít a fájdalom, amint a csövet megfogva szinte mágnesként ragad a keze a csőre. Nagy erő kellett, hogy elengedje. Végre sikerült. Egy darab bőr maradt a csövön a tenyeréből. Most, ahogy összesimítja a kezét, szinte érzi azt az égető érzést, ami a bőr lenyúzás után öntötte el a markát. A máskor oly könnyen elpityeredő gyerek, most nem sírt. A kesztyűjét tüntetőleg zsebre vágta, s ment tovább a pajtásaival, akik hümmögve ismerték el a bátorságát, hogy csövön maradt bőrfoszlányok láttán. Most megsimogatta a meleg, a csövet, kezével keresve a toldásokat. Így ért a patak fölé. Lenézett. Valamikor örvényeket kavarva tűnt el a víz a híd alatt, hogy a túloldalon enyhe vízesésként foglalja el a helyét a mederben. Hiába figyelt. Semmi sem mozdult, az itt-ott még kilátszó vízfelület zöld békanyált a róba burkolózott enyhe bűzt árasztva magából. Meghalt a gyepes, Hol volt már az a patak, amely a tavaszi áradásnál a két partján álló kerteket tengerré változtatta mindent elmosva? És hol van a nyári fürdőhelyek simogató lágy vize, melyen a nagy mosóteknő valóságos cirkálóként hatott a szokásos tengeri csatákban? És a téli korcsolya pálya, a nagy hoki csaták színhelye, ott lejjebb a papkertje alatt, mert itt a hídnál mindig vigyázni kellett. Itt ömlött a patakba a nagy ártézik út túlfolyója, s a langyos víz soha nem engedte tökéletesen befagyni a patakot. Tényleg hová lett a kút? Érezte a piac téren, hogy valami hiányzik, de a tudatáig nem jutott el, hogy mi lehet az. Most döbbent rá. A nagy kút a két kifolyójával és a hozzá kapcsolt két nagy betonitatóval nincs többé. Emlékezetébe hirtelen bevillant egy régi májusi éjszaka fiatal legénykék voltak, már meg megfordultak a lányok után, úgy döntöttek, ők is raknak májusfát egy-egy osztálytársuknak. Éjfél felé volt az idő, amikor elindultak, szülői intő szavakkal kísérve. A kocsmából zene szó hallatszott, és hangos vita, hogy a bandát hogyan osszák meg, és kivel menjenek a cigányok. A kútnál ott cigizett néhány legény, és az alsó vályúban, ilyet még nem láttak – rengeteg orgona szinte illatfelhőbe vonva a környéket, elnyomva a szokásos marha és lógané szagát. Egymás biztatva osontak el a lányok kapujához, és tűzdelték a kerítésbe a labdarózságakat, az illatos orgonaszállakat. Egy darabig figyeltek a nagyok. A legények csapatát hallgatták az éjjeli zene andalító, akkor még izgató zenéjét. Vajon miért ez jutott eszébe a kútról? Már nem is emlékszik, csak az egyik lány nevére, akihez virágot vittek, és a barátja is régen a temetőben pihen, még a sírhelyét sem ismeri, két vagy három feleség után egyedül elhagyottan halt meg messze idegenben. És ő itt áll a hídon, feltolult emlékeivel. Hirtelen megint kisgyermek lett. Ott álltak ketten a pajtásával a hídon, és azon vitatkoztak, hogy kinek erősebb a táskája. Neki szép újtáska simult a hátára, fedelén piroska és a farkas beszélgettek, keményen tartotta a könyvet, füzetet, toltartót. A pajtás nyakában egy bíka bűrnek, nyúzott béka, csúfolt zöld műbőrba bakólógott. alig tartva meg alakját szinte látni lehetett, hogy a könyv és a fatoltartó hogyan nyomja az oldalát. A vitát tett követte. A Pajtás javasolta, hogy dobják le a mélybe. Lehet, négy 4-5 méter mély a táskákat, így döntve el, kinek van igaza. Úgy történt. Még ma is belesajog a szíve az emlékbe. Előbb a Bakó zuhan nagy puffanással a mélybe, majd az ő táskája repült nagy ívben lefelé, és egyetlen nyekkenéssel földetérve ürítette tartalmát a bársonyos fűre. Szinte gurultak a meredek lejtőn a táskához. A döbbenet óriási volt. A kisé lenézett bíka bűrbakó szinte sértetlenül hevert egy-két karcolást kivéve, míg a gyönyörű táska ott feküdt élettelenül a könyvek, füzetek pedig szanaszét hevertek. Könnyes szemmel szedegette össze a holmiát, de még nem a táskát síratta, inkább gyűlölte, mert cserben hagyta, hanem a szégyent, hogy a másik gyerek olyan fölényesen legyőzte. Szerencsére a nagyapa ügyes ezermesterkeze újra táskát faragott belőle, és néhány nap múlva nagy egyetértésben dicsekedtek mindketten a nagy versennyel. Lassan átért a hídon, itt a járda is megbillen. Ez az ereszkedések nyoma. Alig várták az első hó leesését, már is megjelentek a szánkók. Igen, szánkók. Nem gyári ródlik, mert olyan a faluban egy-kettő, ha lehetett. Ezek a téli alkalmatosságok olyan falusi kerékgyártók műhelyéből kikerült lovasszán utánzatok voltak, de többnyire csak ügyeskező apukák, nagypapák alkotásai. A talpak elől kicsit ívesre faragva, kevés csapolással, inkább szeggel összeerősítve csúszó alkalmatosságfélék voltak. Általában igen hamar legyalulták a havat, és a felfelé jövőnek hozni kellett egy kis havat, inkább havassarat, amit fenn leszórtak és csúszkáltak késő estig. Így egy télen igen megkoptatták a partoldalt a járda mellett. A bátrabbak itt a meredeken, még az óvatosabbak és a lányok az enyhe, de hosszabb lejtőn ereszkedtek. Az útépítés és a csatornázás ebbe is beleszólt. Az enyhe lejtő elején egy áteresztő épült be, és mély bevágás rontotta el a lejtőt. Úgy tűnik, minden megváltozott. A méretek, mintha kisebbek lennének. A híd is. Vajon miért is hívják ezt nagy hídnak?